Jó reggelt kívánok mindenkinek, Dezső Bence vagyok, és elérkeztünk a legújabb napi vlog videómhoz. Itt vannak a srácok. 2 plus 2 is 4, minus 1 is 3, think back. Nagyon nem megy a szöveg, de ja. Everyday is Bence on a vlog. Úgy kezdtük a napot, hogy Szabolcs gondolta, hogy kidobja a telefonját egyébként az erkélyről, úgyhogy a második emeletről szépen az iPhone 7 plus-ot leejtette, és nem látom rajtad azt egyébként, hogy szomorú lennél. Ami nem szomorú vagyok, hanem ideges vagyok, Bence. Annyira ideges vagyok, hogy mindent neki kell videózni én is. Mennyit kell adjon, hogy teljesen új készüléket kapjál? 20-as? 28 000 forint. 28 000 forintot kell adjon, hogy kapjon egy teljesen új készüléket. Telenornak. Hogy állsz? Az, hogy... Vissza akarod kattintani? Igen! Mert le akarom menteni róla a cuccaimat, mert összetör. Ja, és nem tudod egyszerűen bedugni a izébet? Hoppá. De még csörög. Ez egy jó jel. Halló, várjál. Halló. Halló. Itt vagyok. Na mondjad. Szerintem ja, nem halt. Szerintem már nincs mikrofonja. Ja, most, de egyébként most tudtam volna meg, hogy összetörted? Halló. Hallasz? Jó, akkor már nincs mikrofonja se. Nem akarok hívni senkit. Azt a... Le kéne menteni valahogy a képeket, srácok, és nem működik. Na most bedúr tisztá, vagy mi van? Oj, már! Neked írtak, igen. Haver, Istenem, nem te lennél. Ezt írta? Igen, és röhög rajtam nagyon. Mi a véleményed, Dominik? Semmi. Good job. De Dominik, hova iratkozzanak fel az emberek? Mondjad. Dezső Bencére. Nem. Hány éves vagy? 9. És amit látjátok... Megjelent az új Brumitel. Igen. Leszpoilerezte, nem hiszem el. Amit látjátok, okszós pólóban vagyok, ugyanis tegnap előtt megjelent az új Brumitel, és köszönöm szépen egyébként, hogy rengetegen dicséritek és mondjátok el a véleményetek róla. Szabolcs is kóstolta tegnap. Nem mondhatod, hogy de nem. De ma is fogom. Úgy kezdte a ugye napot, hogy kivette a hűtőbe, meg hozott haza, és de azt itt a reggel. Ezt kijelented, vagy kérded? Ezt mondom. Jó, hát akkor meghívlak egy Brumiteára, igen. És akkor minden Oxo Bubble üzletben meg tudjátok kóstolni a Brumiteát, így kell kérni, piros színe van, és málnás egyébként, de nagyon finom. És hogyha megkóstoljátok, akkor fényképezzétek le, és rakjátok ki az Instagramra, jelöljetek meg rajta, és én azt be fogom lájkolni. Megnyerhetitek ezt a széttört iPhone-t. Ezt nem garantálom egyébként, de ezt Szabi mondta, nem én. Tudja, hogy még így is vízálló. Szerintetek így vízálló? Igen. Így vízálló, nem? Tehát, hogy szép van nyílva konkrétan a telefon, de biztos, hogy így is vízálló. Ha valami vízálló, akkor ez a telefon az. Gyere Dominik, megtanítanak téged csajozni. A lényeg az egésznek, hogy önmagadat add. Fogsz egy ilyen jelmezt, ami egyébként a Szabi év, de ő is csajozni használta. A kestegé. Milyen kestegé? Nem az enyém. Ez a kestegé. Mindegy, tudja, hogy csajozni volt nála. Gyere, vedd fel, mutasd meg a nézőknek, hogy hogy néznél jó ki. Azt találunk a nézők között neked barátnőt. Egyre jobb a telefonom. Ja, már leszetted egyébként a izét is. Az antennát. Az igen, nem semmi. Tuti egyébként, hogy a lányoknak így is tetszeni fogsz, amennyiben ez a fiatalember elnyerte a tetszésedet a 0630-as telefonszámokra, ami a leírásban hát, megtalálható. De figyelj, tetszett, hogy kezdted, így is jól nézek ki. Hát ez nem vitatkozott, nem? Csinálom neked egy olyan csatornát, hogy a szomorú pizza, és nem férek ide akkora a fejed. És arra fog szólni minden napot, hogy videózol és te leszel a szomorú pizza. Mit szólsz? Csináljunk magunknak egy kis helyet. Bejelentem nektek hivatalosan, gyerekek, hogy kaptunk egy nagyon király dolgot, tegnap érkezett meg, én kaptam, viszont mindenki használja. A csoda eszköz, gyerekek, a Kuzvil, vagy Kosvil, igen. És a tegnap reggelem úgy indult, hogy még fel sem keltem, és egy ember méretű doboz landolt rajtam, ugyanis Szabi konkrétan átvette a postástól, és rám dobta, te vetted át a postástól, és Szabi rám dobta konkrétan ezt a nem tudom hány kilós cuccot. Majdnem megnyekkeltem konkrétan, de amikor elmondta, hogy mi van benne, akkor nagyon örültem neki. Kicsomagoltuk és beizítottuk, most pedig nektek is meg szeretném mutatni, milyen eszközt kaptunk. Ez a járgány bármit lehagy az utakon, ami 20 alatt közlekedik, mert annál tovább nem megy. Lehet én vagyok egyébként túl kövér, de a 38 helyett 20-szal közlekedik ez a dolog. Gyere ide közelebb, mutat. Nice. Tesó. Itt van egy gomb, gyerekek, és nem hinnéd, technology. Bekapcsol és ott mutatja az egészet, mennyire van feltöltve, 19 Celsius fok van, és ott van, mennyivel megyek jelenleg. És a világítás, ami ott van elől, azt is mutasd meg nekik, hogy itt van nagyon király kis világításunk, és a hátán is egyébként ott van a világítás, hogyha meg fékezek, azt hiszem kis, azaz, a féknél még jobban.
egész szerkezet, nem hinnétek, összecsukható, szóval hogyha bemegyek egy kisboltba vagy valahova, ezt megfogom, le, ezt le, a láttartókat is fel kell csukni, és megfogod itt hátul, és húzod magad után az egész cuccot. Iszonyatosan hülyén nézel ki vele. Technology! Igen, egyébként iszonyatosan hülyén nézel ki vele, és mindenki nézett tegnap a Váci utcában, mert randariloztunk, kerülgettem az embereket, hogy kell szétnyitni. Adjatok utat! So and I very like it. I have a YouTube channel and Instagram profile. I have 200,000 followers and I need another one of this product. It's very good, very good. Szóval, hogy a cégnek semmi elvárása nem volt, csak így jó felségben elküldték és mondták, hogy azért megköszönnek, hogyha bemutatnám, mi pedig éltünk a lehetőséget, úgyhogy thank you very much this product. Lemegyek, gyerekek! Elkápráztatom a népet! Egyébként tartsuk a No Shave Novembert, én már múlt hónapban megkezdtem, és jelenleg így állok, viszont nekem soha nem volt ekkora megnőve. Szabolcs? Nekem egy hetes. Egy és hetes, és Dominik, neki egy nap alatt ilyen szőrös, szóval ő egyáltalán nem panaszkodhat. Egy nap alatt, 3 hetes. Úgyhogy november végére kb. Úgy fogunk kinézni, mint az ősemberek, de kíváncsi leszek, hogy milyen lesz az eredmény. November ereje van, és így állok jelenleg. Petőfi, Tony Stark, mindent megkaptam, úgyhogy... Maha. Maha. Az a baj, hogy napi 5 órát hallom ezt, és eléggé zavaró már, tehát hogy... Várjál, tudok ilyet is, hogy... Nem, várjál. Nem. Ja igen, egyébként Szabinak el van törve az orra, ezt nem mondtam el nektek, Brazíliában volt, eltörte az orrát, hazajött, barátnője, úgy hiányozták, kétezik nem voltál, úgy megfejelte, hogy tovább tör. Tehát konkrétan el van törve az orra, hogyha mozgatja, akkor ropog. Meséld el egyébként ott a háttérbe, hogy hogyan aludtunk el. Azt nem hinnétek el, az egész csapat, mindenki kivétel nélkül este 8-kor lefeküdt tegnap, és aludtunk, ugye bent aludtam az én szobámban, és felébredtem, és látom kint, mintha világosodna valami, ránézek a telefonon, mi van, már hajnal 60, és 10 óra volt, 2 órát aludtam körülbelül, csak nem fogta fel az anyam akkor hirtelen, hogy most 2 órát aludtam, 3 órát, vagy 10, nem tudom hányat, úgyhogy Dominik is bejött, egyébként még néztünk filmet, mert hogy ő is felkelt, szinkronban mindenki felkelt, Szabi is felkelt, nem? Fél kettőkor Szabi is felkelt. Ne aludjatok el 8 órakor, ez a tanulság. És bejött, néztünk filmet, és azt mondta, hogy hogyan aludtam el, Dominik. Nyitott szemmel aludt a csávó. De hogy volt? Feküdtem melletted? Így elnézek oldalra, mondom, alszol. Így aludta, várjál. És elindult a brigád! Elindult a brigád! Meg miért vegyem fel azt, amit te már úgyis felszel egyszer? Mert régebb mindig ezt csináltuk. Mind a ketten kamerát vittünk, és ugyanolyanok voltak a vlogok. De esküszöm neked, ez alá zenét vágnék, tökéletes lett volna egy hajápolási vagy bőrápolási reklámnak. A Balaton Soundról idehozták a izét, a bungee jumpingot, Szabi. Hazajövünk, akkor fogunk, nem? Viktor, kever nekünk egy kis altatót bele. Így van, csak az. Mindenféleképpen. Eljöttünk a plázából, ott voltunk körülbelül 2 órát, most meg vásároltunk be, vettem finom bort, és egy pohár bor mellett beszélgetni fogunk este, és szerintem egyébként semmilyen érdekes programunk nincsen az estére. Dominik vett banánt, úgyhogy neki összejött az élet, gyerekek. Egyébként belegondolva, így, hogy sokkal korábban sötétedik, 5:30, és mi van, ideges vagy, gyerek, mi van? És már sötét van kint, egyszerűen annyira fel van a bioritmusom borulva, hogy 5:30 és már fáradt vagyok. És tudni 8-ra megint be fogok adni, és akkor hajnal 2-kor kelek,
nézzünk sorozatot, és megint tízig alszunk. Csak ez így nem jó, na mindegy. Jár a Libanán. Ez jól nézett ki? Azt hiszem. De banán. Gastro moment. És igazából ennyi lett volna ez a videó, reméljük, hogy tetszett nektek, hogyha így van, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Dezső Bence voltam, találkozunk a következő videóban. Vibanál! Nem tudom, ez a videó mennyire lett hosszú, de remélem, hogy szórakoztató volt, és találkozunk a következő videóban. Dezső Bence voltam, sziasztok!